Január első heteiben sokan keresik fel a boltokat azért, mert a karácsonyi ajándékba kapott termékkel probléma van. Nem jó a mérete, nem tetszik a színe, vagy esetleg kettő ugyanolyan is volt a fa alatt. A tapasztalatok szerint a legtöbb kereskedő a blog bemutatása ellenében minden további nélkül biztosít csere lehetőséget, de fontos tudni, hogy ez alapvetően nem lenne feladatuk. A jogszabály szerint a vállalkozásnak csak akkor kell visszavenni a terméket, hogyha minőségi kifogással érünk, tehát hogyha gyártási hibás például, vagy szakadt az a termék, és ilyenkor jótállás esetében ugye a cserére van lehetőség, a javításra első körben, vagy pedig harmadik esetben pedig a vételár visszafizetésére. Tehát ugye ez a jótállás szavatossági jogunk. 2021. januárjától szigorodtak a jótállási szabályok. Egy úgynevezett sávos rendszert vezettek be, amelynek lényege, hogy a termék árához igazították a jótállási időt. Az idei év elejétől pedig további változások léptek életbe. A szavatosságra vonatkozóan változik úgy a szabály, hogy eddig ugye az első fél évben, tehát a két éves szavatosság első fél évében volt a bizonyítási teher a vállalkozáson, ami azt jelenti, hogy ha meghibásodott a cipőm, visszavittem az üzletbe, akkor fél évig a kereskedőnek kellett bizonyítania azt, hogy ez a cipő ténylegesen gyártási hibás-e, vagy pedig ugye jellemzően olyan szakvéleményt szoktunk kapni, hogy járáshibás a fogyasztó, és nem csinálnak semmit a cipővel. Most ez a fél év kitolódik egy évre, tehát a két év szavatosság első felében lesz a vállalkozásnál a bizonyítási teher, tehát hogy szakvéleménnyel kell igazolnia a vállalkozásnak, hogy ez a cipő miért szakadt el például, és a következő egy évben pedig a fogyasztónak. Már január első napjaiban megkezdődnek a nagy évelei leárazások, a vásárlók közül pedig sokan tartalékolnak és ki is várják ezt az időszakot. Egyes esetekben ugyanis akár 50-70%-kal olcsóbban kínálnak bizonyos termékeket a kereskedők. A leárazások célja a készletkisöprés és a vásárlók becsalogatása az üzletekbe. A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, ha egy árucédulán két ár is szerepel, akkor az eladónak automatikusan az alacsonyabb összeget kell figyelembe vennie. Az idei év májusától egyébként szigorodnak a leárazásokkal kapcsolatos szabályok. Az ellenőrzések ugyanis azt mutatták, hogy a boltok egy részében ugyan kihelyezik az akciót hirdető feliratokat, de ténylegesen nem történik semmilyen árleszállás. Állítás. Ennek a szabálynak az lesz a lényege, hogy amikor a kereskedő bejelenti az akciót, tehát kommunikálja a fogyasztó felé, azelőtt meg kell nézni egy 30 napos idősávot, és ebben a 30 napban a legalacsonyabb árat kell kiválasztania, és ahhoz szabad csak kommunikálni az akció értékét. Tehát jellemzően ez mondjuk 10-20-30% leértékelést jelent, vagy hogyha tényleg 70%, akkor az a legalacsonyabb árhoz kell viszonyítania a 70%-ot. Tehát lesz egy bázisár, ami a leértékelés megelőző 30 napban a legalacsonyabb ár. Az új intézkedést az uniós irányelveknek megfelelően vezetik majd be Magyarországon.